Tomi mesék. Hogy nézek? Tomi és a ombudsman. Tomi matek órán volt. Éppen a házit ellenőrizték, de valami nem stimmelt. Pitbull kutyákkal jön, de rá! Igen, a Celinke néni valahogy kimaradt. Te patkák! Vissza kéne menned az óvodába! Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Aztán délután együtt elmentek játszani Tomiékhoz. Hú, annyira jó, már csak... És vége a sulinak! Uram, uram! Hanyas vagy, te disznó! Oh, yeah! Júj, már ilyen késő van! Pusztít ez a láb, ostor ez a láb, ostor, csattad, bum! Darán vennék a fenekéréje! Elég sokáig döntöttek, végigvitték a harmadik szintet is. Reggel Tomi ásítózva ült be a padba, de gyorsan fel is ébredt. Jaj, ne, Peti! Elfelejtettem a házit! Én nem. Bencsi, neked megvan? Persze, anyukám megírta. Kopi, neked is kész? Én már rég lekopiztam. Mindenkinek kész a házia, Tomi? Bocsánat, tanárnő, elfelejtettem. Addig nem nyugszom meg, míg a lábaim előtt nem heverszte cseléd! Tennet! Aztán tesi órán kidobóst játszottak. Álljon már még a menet! Menjetek ki az udvarra futni! Jaj, ne már! A gáj olyan, mint egy rossz gáj! Nincs ladállás! Tennet! Tomi, ha visszamegyünk a terembe, 50-szer leír alasz, hogy... Ide bejönnének a magyar gárdák, hogy szétbombáztánk őket. Együtt sétáltak hazafelé. Tomi alig érezte a kezét a sok írástól. Túl vagyok rajta. Túl vagyok rajta. Ameddig tolt a bon, addig megyek. Ha nem tolt, akkor megállok. Nem tud mit csinálni! Ha nem tud! Nekem sikerült, de... Targalacsin! Már nem tudtam megenni. Ma már nem játszottak, mindenki fáradtan kullogott haza tanulni. Másnap reggel Celinke néni már becsöngetés előtt átnézte Tomi füzetét. Nem tudom, hogy milyenek lesznek, komolyan mondom tényleg, de szerintem jók. Már megint nincs meg a házi? Csak az egyik feladatot nem értettem. 10-ig számolok, hogy eltüntesd a szemem elől azt az ocsmány sárga halszagú pofádat, egyszer s mindenkorra! Bencsike mindig megcsinálja a házit. Ja, anyuka megírja. Hogy mondtad? Semmi. Aztán jött az olvasás és a tökfejjáték. Aki nem tudta a választ, kapott egy tökfejkártyát, és óra végén, akinek a legtöbb volt, az volt a legnagyobb tökfej az osztályban. Volt a legnagyobb tökfej az osztályban. Itt vagyok! Kész! Jó lesz? Jó! Köszönöm! Szevasztok! Hello! Szevasztások! Jó lett a haja? Köszi! Nekem ebből elegem van! Legszívesebben kiukasztanám a kocsi a kerekét. Én meg eltörném a rúzsát! Én bezárnám a szertárba Samu mellé, hat parázzon, hihi! Az éneken legalább kicsit pihenhettek. Na, Tomi, megpróbálod a szólót? Ki? Ez nagyon szép volt, kisötös. Gabi néni olyan jó tanár, nála tök feljáték helyett jó feljáték szokott lenni. Ki? Végre eljött az osztálykirándulás napja. Tomi felöltözött, bepakolt a hátizsákba. És elment a mosdóba. De nem tudott kijönni, mert hasmenése lett. Tomikám, jól vagy? Hát nem annyira. Ma itthon maradsz. De a kirándulás, így akkor sem mehetsz.
csinálni? Csak mi van, te szargalacsin, húzzál vissza! Már újult erőben ment a suliba. Tessék, tanárnő, itt az igazolásom. Mi nem mondtál? Ne hazudjál, te köcsög! Te meg fölrugla! Biztos elutaztatok? De hát hasmenés sem volt! Aztán tegnap még följött hozzám zabálni! Aki nem volt ott, az meg írja le, hogy mit csinált aznap. És a pótlás hol van? Még nem tudtam, hogy mit kell. Mert nem kérted szépen a tanítónénitől. Tominek nem volt más választása, leírta, hogyan pakolt be reggel, és feküdt az ágyban, hogy jobban legyen. Rá ne lépj az orrodra, lezártalak ötösre énekből. Hogy volt, Mersze? Na, mit mondtál, Jócska gyerek, most pofázzál! Boxolók vagyunk. Otthon hullafáradtan omlott az ágyba, és a vakációról álmodott. De nagy Jampi vagy. Nyomd be magad, mert felrúglak. Tök mindegy, hogy mi van oda ráírva! Tegyelek ki a kertbe madár ijesztőnek. Tomi! Légy olyan jó, menjél szépen hátra és perdj! Házid, akkor nem tud mibe belekötni. Max abba, ha van rajtunk pultyi. Vagy ha nincs. Ment ez az utolsó napig, mire a táblára végre felkerülhetett a szargalacsi felirat. Délután az évzáron áldogáltak, és az igazgató beszédét hallgatták. Megváltozott a menetirány! De van! Egyenesen szuper! És végül is... Szeretek kreatív lenni, szeretem... Akkor elborul a kreativitásom, akkor egyszerűen én vagyok az őrület! Micsoda! Az osztályát Gabi néni veszi át! Ha nem tudod, akkor megállok. Ez valami nagyon menő volt. Ózdi vagy és sinter vagy! Fűzsíros ombudsmanéknak ez volt a legjobb zárójuk, és mi? Végre tényleg elkezdődhetett a vakáció. Zsíros ombudsman.